A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. If she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket próbatermünkben, és ahogy azt egy héttel ezelőtt Nagy Gyurival való beszélgetésünk kapcsán említettem már Önöknek, Wieser Danit vártam a stúdióba, és hát ő megérkezett, úgyhogy mai Próbaterem című magazin műsorunkban a remek énekessel, hangszertulajdonossal, zenész, muzsikus lélekkel fogunk beszélgetni, és akkor engedjék meg, hogy szeretettel üdvözöljem a Próbaterem vendégét, Wieser Danit, akinek nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Örülök, hogy itt vagy, hiszen beszélgettünk ugyan már néhány alkalommal, de így ennél különben, tehát stúdió körülmények között még nem volt szerencsénk találkozni. Igaz, hogy talán egy hónappal ezelőtt valamikor, a hónap elején egy színpadi közös munkában összefutottunk, akkor is élmény volt hallgatni, amit csináltatok. Szóval ezért külön örülök neki, hogy sikerül ma is összeakadnunk. Még egyszer szeretettel köszöntelek, szervusz! Szervusz, én is köszöntöm a nézőket! Hát Dani, akkor kezdjük a leges legelején. Ugye a kérdésem a következő, és akkor ezt bontsuk ki egy picikét, hogy énekes előadó művész, vagy instrumentált zenész, hangszeres előadóként apostrofálnád magad? Én elsősorban énekesnek gondolom magam, jazz énekes vagyok egyébként, és amellett számos hangszert valamilyen alapszinten, vagy egy picit annál talán jobb szinten művelek. Elsősorban a zongorát és a szaxofont tanultam, kicsit tudok gitározni, nem olyan régen pedig egy basszusgitárom is lett, illetve igazából volt már egy másik, csak ez most egy elektromos basszusgitár, egy öthúros. Ezen kívül van még számos egyéb ilyen egzotikusabb hangszere, mint például didgeridoo vagy dorombe. Igazából szerelmese vagyok a hangszereknek. Didgeridoo? Didgeridoo. Az mi, ez egy gyorsételmi menü, vagy az mi? Ez az, tudod, ilyen hosszú csöcskó. Igen. Autentikus magyar népi hangszer. Így van. Hát egy ausztrál, igazából egy ausztrál ilyen leginkább törzsi szánszokhoz használt ilyen hangszer. Én tudom, meg tisztában vagyok vele, hogy a billentyűs hangszerek közel állnak hozzád. Ezért operatőr kollégáinkkal festettünk neked egy asztalt, így délutáni a csoportos foglalkozás címszó alatt. Hát ilyen csapatépítő jelleggel összejöttünk, és akkor készítettünk egy ilyen kis asztalt. Úgyhogy remélem tetszik, és elnyeri a tetszésedet, meg a televízió nézőkét is. Na de viccet félretéve, hát induljunk az elejétől. Fontos a családi támogatás, a család támogatása egy zenész életében. Nálad édesapád ebben fontos szerepet játszott. Ez így igaz. Édesapám az elejétől kezdve nagyon támogatta a zenei pályámat, és amikor úgy döntöttem, hogy jó lenne ezzel komolyabban foglalkozni, amikor a Lausmann konziba elkezdtem tanulni, akkor hát számos hangszert és egyéb erősítőket, ilyesmiket vásárolt nekem, és hát nagyon szurkolt, csomó koncerten ott volt mindig. Sajnos ő már 10 éve nincs köztünk, úgyhogy ő már mostanában nem tud csak a
csak föntről figyelni. Föntről figyelni, igen. Fentes figyelés büszke, valószínűleg tartom, hiszen én láttam a már említett produkciót, ugye Horváth Dáviddal közösen játszottatok egy velencei rendezvényen. Igen. De akkor hát beszéljünk a formációkról, zenei dolgokról, színpadi munkákról. Ugye említetted, hogy leginkább jazz énekesnek tartod magad. Van formáció mögötted, vagy leginkább egyedül, vagy akár ilyen duó műsorokban lépsz fel? Most jelenleg állandó formáció sajnos nincsen. Igazából volt egy formáció, de lett két kisgyermekem, született nem olyan régen, 5 és 3 évesek, és igazából az ő körüli tevékenységek sajnos elvették a szabad időt. Tehát apa nem ér rá magyarul. Apa nem annyira ér rá, igen, és hát az egyéb munkák mellett sajnos arra, hogy szervezzek magamnak koncerteket, arra nem tudtam elég időt fordítani, meg energiát, úgyhogy igazából, ha van olyan, hogy valaki felhív, hogy gyere játszani, akkor szívesen elmegyek. Most egyébként nem olyan régen, most a hétvégén játszottam a Budapest Parkban, illetve énekeltem a Budapest Parkban a Kispál és a Borz intrójában 8-ad magammal, illetve volt ott még két hangszeres srác is, illetve hát vannak mindenféle más produkciók is, például ugye most már 13 éve, ha jól számolom, énekelek az anyósomnak a kórusában, a Vox Mirabilis kamarakórusban, és akkor ővelük is vannak különböző fellépések, elég sok van egy évben egyébként, olyan nagyjából 30 fellépés, és azért az tényleg annyira sok, hogy amellett már tényleg nehéz egyéb dolgokat szervezni. Én annak idején, amikor elhatároztam, hogy énekes leszek, és közel nem sikerült annyira kimunkálnom ezt a kérdést, mint nálad, akkor én egy hajlakos dobozba, egy fotel tetején ugrálva Elvis Presley dalokat imitáltam. Nem biztos, hogy ez a legjobb út ahhoz, hogy valaki aztán énekesnek nevezhesse magát kicsit később. Nálad hogy indult ez az egész történet? Tehát ugye édesapád komoly szintű támogatása mellett, de hát mégiscsak azért kellett egy ilyen belső inspirációnak is lennie. Valahol, ugye akkor tájt, amikor én voltam kisgyerek, akkor viszonylag kevés lehetőség volt arra, hogy ilyen zeneiskolákba, meg ilyen magántanárokhoz eljussunk. Úgyhogy igazából az volt, hogy kaptam a nagyjából 8 éves koromban egy ilyen kis szintit, és akkor azzal próbálgattam ugye leszedni azokat a dalokat, amik a rádiókból szóltak, meg amik otthon voltak. 8 évesen? Hát igen. Hát 8 évesen azért az nagy dolog, hogy leszedegettem a rádióból, ami szól, hát mondjuk abban az időben nem tudom, milyen, Modern Talking talán. Hát igazából lehet, hogy nem is annyira rádió. Vagy ne öregítselek annyira. Ne, 81-es vagyok egyébként. Nem is annyira rádió, igazából inkább azokat megpróbáltam, amiket hallottam. Tehát egyrészt a rádióban, másrészt meg ugye apának voltak, meg anyának is ilyen különböző kazettái, Queen, Chris Rea, nekem volt később egy Michael Jackson album, a Dangerous album, ami egyébként szerintem egy fantasztikus lemez, és hát ezeket nagyon sokat, meg apának meg volt egyébként a Dave Brubecknek a About Time, azt hiszem az a címe annak az albumnak, amin a Take Five is szerepel, úgyhogy azért jó zenében nem volt hiány. Apa egyébként fiatal korában, ilyen 18-20 éves korában játszott egy ilyen bálzenekarban, és abban ilyen frontember volt, gitáros énekes, úgyhogy valamilyen szinten onnan is ered az egész dolog. Aztán kórusokban énekeltem, ugye általános iskolában, alsóban is már, és akkor utána a gimnáziumban is ez folytatódott, és akkor elkezdtem énekléssel privátban is foglalkozni, tehát magánénekórákat venni, illetve utána a gimi után pedig, amikor már főiskolára jártam, akkor a Pocsai Krisztához jártam a hangszintérbe, utána meg a Lausmannba mentem tovább főiskola után, és akkor utána a Lausmann után nem sokkal meg ugye a Kodolánynak a jazzének előadó művészet szakára. Dani, jazzénekesként is egy dolog színpadra állni, meg kórustagként is egy dolog színpadra állni. A kettő között óriási a különbség, az egyikben főszereplőként állsz, a másikban a kórustagokhoz kell, hogy igazodj, szólamokat kell, hogy énekelj, kötött témákat. Melyiket kedveled jobban, vagy egyáltalán lehet-e különbséget tenni a kettő között? Más szeretetben. Teljesen más a kettő dolog, ebben teljesen igazad van, de tehát hogy én nekem van egy olyan tulajdonságom, hogy rettetesen sokféle zenét szeretek.
és nekem a kórus által például sikerül olyan produkciókban is szerepelnem, mik ilyen monster produkciók például volt, hogy a Carmina Buránát énekeltük, úgyhogy több mint 150-en voltunk a kórusban, aha, vagy például most a pápa látogatás kapcsán ugye benne voltunk abban a válogatott kórusban, ahol 300 ember, 300 válogatott ember énekelt a misén. Énekeltél a pápának? Hát ez igen. Nagyon jó. Ez nagyon jó. Hát komoly, nagyon komoly volt. Úgyhogy ilyen dolgokat például, ez egy teljesen másfajta dolog, mint amikor egy klubban, vagy egy szabadtéri színpadon kiállok egyedül, vagy akár pár másik barátommal együtt. Volt olyan is régebben, hogy Big Band-del néhány alkalommal sikerült fellépni. Az is teljesen más dolog, mert az szabad, de annyira mégsem szabad, mm-hmm, mint hogyha mondjuk 3 vagy 4 ember kísér. Most egyébként a legközelebb a Kis G. Lacival fogunk játszani Gárdonyban. Pontos helyszínt nem tudom, de a Double Bass Project formációjával, amiben a Marci fiával zenél, meg a Iszáros Sanyival. Meg talán Dobai Pista van még benne, ugye? Talán. Abban szerintem csak abban meghívott nincs. Vendégművészként szokott szerepelni a Pityú, de lehet, hogy ott lesz, nem tudom pontosan. Na hát ezt is ajánljuk szeretettel, illetve a következő produkciót is, amiben akkor, hát most nem lesz mögötted kórus, tehát nem kórus művet fogunk hallani, hanem téged kérnélek meg akkor egy személyben, hogy itt a próbateremben játsz nekünk valamit, és akkor, ahogy megbeszéltük, arra is kérlek, hogy légy szíves, hát részben konferált fel ezt a dalt, és arra is kíváncsi lennék, hogy miért ezt választottad. Ennek a dalnak az a címe, hogy I Fall In Love Too Easily, ami egyébként hát rám is vonatkozik. Ugye ez azt jelenti, ez a dal magyarul a címe, hogy túl könnyen szerelembe esek. Hát én nagyon-nagyon sok lányba voltam szerelmes, most már csak egy lányba vagyok szerelmes, aha, most már 15 éve. Mi más mondhatnál, hát a feleséged is nézi valószínűleg. Így van, igen. Reméljük. És hát 10 éves házassági évfordulónk lesz most egyébként idén. Ez egyébként egy olyan dal, amit többek között Chad Baker is elénekelt, akit én nagyon kedvelek, és egyébként az államvizsgámon is énekeltem ezt a dalt. Kedves televízió nézők, ezzel folytatjuk tovább, ahogy hallották az előzőekben, úgyhogy hívjuk, várjuk Önöket, utána pedig folytatjuk tovább. Fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too terribly hard. For love to ever last, my heart should be well schooled, 'cause I've been fooled in a past, and still I fall in love too easily. I fall in love too fast. I've been fooled in the past, and still I fall in love too easily. I fall in love too fast. I fall in love too fast.
Vízer Dani a próbaterem vendége, is hallották a remek dalt. Folytatjuk tovább a beszélgetést. Egy kicsit a családra is térjünk ki, ugye említetted, büszke apuka vagy, hiszen két gyermek édesapja vagy, boldog családban élsz, gondolom. A családi háttér, ahogy én ezt most így a beszélgetésünkből kiéreztem, neked nagyon fontos, többször utaltál édesapádra, említetted a családot. Mennyire támogató például a feleséged ebben a munkában, hiszen meggyőződésem, hogy alkotó művész embernek olyan pár kell, aki ebben támogatja, elfogadja a nem mindig könnyű zenész létformát. Igen, hát ebben abszolút és maximálisan támogat a feleségem, valóban nagyon fontos a családi támogatás. Egyébként a zenének is köszönhető, hogy összejöttünk, ugyanis nagyon-nagyon sokáig próbáltam a feleségemet, Kingát elcsábítani, de aztán végül egy koncerten adta be a derekát, hát ahogy tetszik. Hát és Tóth Dávid barátommal, egy remek jó gitáros barátommal adtunk egy koncertet, akkor, hát most már nem létezik az hely, úgyhogy elmondhatom, hogy azt hiszem Arc Kávézó, vagy nem is tudom, mi volt a neve. Volt a, mindegy, a Fekvő Katonánál volt mindegy, egy teljesen, volt egy jó kis hely, és ott voltunk, minden hónapban játszottunk egy ilyen kis háttérzenét igazából, de nagyon jó jazz zenéket játszottunk, meg pop zenét, és annyira megtetszett a Kingának ez, hogy végül akkor az a két éves... Azt mondta, ám legyen. Igen, ez a két éves. Ezután a jazz dal után elérte, ám legyen. Elértem célját. Dani, jazzművésznek tartod magad, pop előadónak tartod magad, vagy valóban máshová kategorizálnád a műfajt? Vagy akár saját magad? Hát igen, énekesnek mondanám magam, vagy zenésznek, olyan értelemben, hogy így igyekszem sokféle stílust megtanulni, és sokféle stílusban munkálkodni, de megmondom őszintén, hogy tényleg nagyon széles a paletta, tehát hogy én, amit hallgatok otthon, az nekem volt egyébként gimis koromban, meg utána pár évvel metal zenekarom is. Tehát, az nagyon jó. Tehát, hogy a komoly zene és a metal között szinte bármi. Ugye el tudom képzelni azt a délután, mikor a metal zenekarral próbáltok, majd pedig a kórusban énekelsz, tehát igen, egy délután. Azért ez az szép, szép. Nem, metalt már nem játszom, csak nagyon ritkán hallgatok, de még a mai napig beteszem. Aha, a metal kazettákat. Hát, metal kazettákat. Még van egy. Voltak régen a metal kazetták, meg a krómos kazetták, igen, de mi most a műfajról beszélgetünk. Jó? Igen. Kicsit az aktuális dolgokról beszélgessünk, ugye tanítasz is. Kérdeztem tőled, hogy mi a helyzet a tanítványokkal, mondtad, hogy nagyon sok magán tanítványod van, járnak hozzá növendékek. Egy fontos dolog, azt hiszem, minden muzsikus életében a következő generáció nevelése, ebben is részt veszel. Igyekszem, igen, bár megmondom őszintén, hogy nagyon vegyes a, tehát nem mondanám következő generációnak, mert vannak nálam idősebb tanítványaim. Tényleg? Is. Voltak, tehát hogy nem csak kizárólag gyerekekkel foglalkozom. Tehát beiratkozhatom hozzád, ha úgy alakul. Abszolút. Várnak szeretettel. Úgyhogy igazából ez egy fontos dolog, én azt gondolom. Én ugye angoltanárként dolgozom az Árpád technikumban, és ott is nagyon jó a kapcsolat, úgy gondolom, a gyerekekkel. Uh-huh. És az mindig egy ilyen, tehát hogy mondjam, én inkább tanárnak gondolom magam elsősorban, mint angoltanárnak, angoltanár vagyok ott, de hogy inkább tanárként tekintek magamra. Ez ugyanolyan, mint hogy a zenében is inkább. Tehát, hogy én nem csak énekelni tanítom az embereket, hanem igyekszem így a zenét megértetni velük, hogy működik a zene, hogy van mi az, hogy hangnem, mi az, hogy lapról olvasás, meg zeneelmélet, tehát hogy ilyen alap dolgokat én azt gondolom, hogy érdemes tudni ahhoz, hogy az ember aztán el tudjon menni egy olyan irányba, ami neki igazán tetszik. Aha. Abban akkor azt hiszem, hogy egyetértünk, hogy az általános műveltséghez, és most kérek mindenkit, nehogy ezt félreértsék, de hozzá tartozna valamilyen szintű zenei ismeret, ugye? Tehát ma, hát régen ugye tudjuk, hogy egy polgári családban minimum volt egy zongora. Ma már ez azt hiszem, hogy finoman szóval sem elvárt, vagy legalábbis nincs így, de az általános
kulturáltsághoz hozzátartozna, hogy legalább egy három hangot le tudjunk játszani valamilyen hangszeren, teljesen mindegy, vagy egy ritmus képletet le tudjunk ütni. Ez ma egészen eltűnő félben van. Igen, sajnos az oktatás az nehéz helyzetben van, ugye nagyon sok ember nem ezt a pályát választja, és emiatt ugye azok az elhivatott pedagógusok nem biztos, hogy vannak elegen ahhoz, hogy ez a dolog fennmaradjon. Nehéz dolog ez igazából, ugye Kodály ezelőtt jó sok évtizeddel megalkotott egy nagyon jó működő rendszert, ami eredetileg még mindig a Nemzeti Alaptanternek a része, de ezt nem minden iskolában tudják tartani, és nyilván nem heti egy énekórára tervezte ezeket a dolgokat, tehát ő neki volt egy nagyon komoly felépített módszere arra, módszertan arra, hogy lehet, egyébként utána lehet most is nézni, középiskolában, gimnáziumban tananyag az improvizáció oktatása, tehát hogy az improvizációs gyakorlatok elvileg benne vannak a Nemzeti Alaptanterben. Aha. Hát nem tudom, hogy hány középiskolában van ez valóban. Maximum ilyen általános iskolában jelenik meg szerintem ilyen ritmus tapsolásokkor, meg talán néha egy-egy ilyen dallamfoszlány, de az is nagyon jó és fejlesztő, és biztatok innen is mindenkit, hogy az improvizáció az nem egy ilyen nagyon nehéz dolog, hanem az egy játék, meg a zene, az egész zene az egy játék, és hogy maradjon meg ez annak, és hogy maradjon meg a szépsége, mert hogy abban nagyon bele tud az ember feledkezni. És amit mondtál, hogy milyen fontos lenne, olvastam egy olyat, nem tudom mennyire igaz, ugye mostanában a hírforrások nem feltétlenül mindig megbízhatóak, de remélem, hogy ez igaz, hogy volt egy olyan kísérlet, ha jól emlékszem, talán Kolumbiában, vagy valamelyik ilyen dél-amerikai országban, hogy ugye a drog és a drogdílerek visszaszorítását, az új generációnak egy kicsit a nevelését megcélozván azt találták ki, hogy mindenkinek egy klasszikus hangszerrel, vagy klasszikus hangszert meg kell tanulnia, vagy tanulnia kell az általános iskolában, és állítólag ez elég nagy mértékben visszaszorította a bűnözést. Horváth Charlie megénekelte, hogy a zene gyógyszer, úgyhogy azt hiszem, hogy ezen nem fogunk vitatkozni. Van egy újabb dal, amivel egyben el is búcsúzunk ebben a mai beszélgetésben. Kérlek akkor, hogy ezt a dalt is konferáld majd fel nekünk, illetőleg hát néhány gondolatról, hogy miért választottad második dalnak. Én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beugrottál hozzánk a próbaterembe. Isten áldja meg a gyerekeket, feleségedet, családodat. Köszönöm nagyon szépen. Köszönöm még egyszer. Köszönöm. Sok sikert a jazz énekes és hangszer tulajdonosnak, és akkor mivel folytatjuk és egyben zárjuk ezt a mai beszélgetést? A második dal, amit játszani szeretnék, az I Love Paris, ami azért kedves nagyon nekem, mert a feleségemet Párizsban kértem meg, tehát Párizsban volt a pillanat, amikor letérdeltem elé, és megkérdeztem, hogy lesz-e a feleségem, amit egyébként előtte már, hát szerintem egy 9 hónappal elkezdtem tervezgetni, amikor egyébként akkor még, amikor elkezdtem tervezgetni, még csak 3 hónapja voltunk együtt, de én már akkor biztos voltam benne, hogy ő lesz a nagy ő. És hát ez a dal arról szól, hogy szeretem Párizst. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Mellé tehetjük, szeretjük Székesfehérvárt, hiszen hát azért Dani ugye ide kötődsz azért természetesen. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Örülünk, ha itt voltak velünk a próbateremben, és akkor a folytatásban Wieser Dani. Egy hét múlva hívom, várom Önöket. Every time I look down on this townless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers, or whether soft be her tears, more and more do I realize that I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris.
Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love is near. I love Paris in the springtime. And I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. And I love Paris in the winter when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love, because my love, because my love is near. She is near. Love is a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.